Én a képzőben, amikor bekerültem, korány kedvénnyel mentem be, a 17 éves voltam. És volt olyan, aki már férhez ment, és úgy került a képzőbe. Háború után, amikor megindult a védőnök képző, akkor még mi úgy mentünk oda, hogy az intézetnek nem volt még ablakja se, hanem lepedővel, pokróccal volt az ablak megterítve. Úgyhogy így kezdtük a védőnélködést. És mi ott minden reggel fölkeltünk 6-kor, mert mentünk tornászni reggel és társadalmi munkázni. A Szegeden, ahol van a szabadtéri színpad, azt mi talicskáztuk oda a földet, minden reggel mentünk talicskával, és csináltuk ott a parkot. Úgyhogy az udvart rendbe tettük, az egész házat. Rengeteg társadalmi munkát végeztünk, de amellett ugye az ember fiatal, vittek bennünket színházba, hangversenyre, mindenhova mentünk. Nagyon csodálatos intézetvezetőnk volt a főnök asszonyunk, úgyhogy őt aztán mindjárt el is vitték a minisztériumba, mert hát akkor alakult az ország is. Ugye közvetlen az háború után volt. Úgyhogy úgy jöttünk be az intézetbe, hogy fölvételit hirdette, és akkor Pesten volt a fölvételi. Egy, ahol volt a régen az intézet, azt kellett rendbe tenni. Na most én nekem az unokanővérem, az fél évvel volt idősebb, mint én, neki meghaltak a szülei, és édesanyának volt a testvére az anyja, az ő gyerekei, meg én együtt nőttünk föl. 8 gyerek volt. És hát, mikor megolvastuk a hirdetést, hogy lehet menni védőnőnek, én mindjárt mondtam, hogy menjünk, mert nekem annyira tetszett, aki volt ott előttem védőnő, az mindig hintóval jött oda, és csodaszép volt, úgyhogy ez engem teljesen elszédített, és amikor mehettem jelentkezni, akkor mi rögtön jelentkeztünk. Annyi mindent tanultunk, kerestem a Lacka könyvemet, csak nem találtam most meg, mert amit keresek, azt sose találom meg. Úgyhogy az egy csodálatos dolog, hogy mindent keresli ebbe a házba. Na, élettant, anatómiát, lélektant, 12 tantárt volt. Sebészet, elsősegőnyugtás, szóval minden főzéstan, minden. Mi úgy kerültünk ki a falura, hogy nekünk kellett mindent bemutatni, hogy mit, hogyan kell csinálni. Fürdetni kellett, megmutatni a pelenkázást. Nekünk a feladatunk volt az iskolai munka, a szülőlátogatás, az idősek gondozása, ha valaki elesett volt, a rákosokat mi gondoztuk, a tévészeseket mi gondoztuk. Szóval ahol baj volt, ott mindig meg kellett az embernek jelenni, és segíteni az egészségügyet. Úgyhogy tényleg úgy volt, hogy az alkoholistát én látogattam, és szittam, hogyha ivott. Amikor még kikerültem, akkor mindenki még itthon szült. És volt a bába asszony, aki levezette a szülést, megfürdetett. És az első héten tartott, 7-8 napig járt az asszony fürdetni. És akkor én mindig elmentem a bábanénivel, amikor mondta, hogy szülés van, mert volt egy olyan eset, hogy jött az ember hozzám, hogy védőnéni, tessék jönni, mert szül a feleségem.
És én szerencsétlen elfelejtettem, hogy hátszetisre kell vágni a köldögzsinót. Egy frázba voltam, amíg mentünk biciklivel az emberrel, és egész után imádkoztam, hogy valami csoda történjen, hogy olyan szégyet ne érezzek, hogy nem tudom, hogy mit kell csinálni. És akkor olyan csoda volt, hogy kizárt a kapuba vált a bába néni, hogy megvan a kisbaba. Na most ez nekem jó lecke volt arra, hogy amikor kezdődött a szülés, mondtam a bába néninek, mindig szóljon, hogy én ott legyek, hogy tudjam pontosan, mit kell csinálni, hogy többet ez ne forduljon elő, hogy én nekem izgulni kelljen, hogy valamit nem tudok. Na most megtanultam a bába nénitől, hogy hogy jönnek a fájások, mi. Ezt én, amikor a terhes gondozást végeztem, mind tudtam hasznosítani. Mert mindig elmondtam az asszonynak, hogy hogy fog menni, hogy lélegezzen, mit csináljon, és nem volt olyan, hogy én, amikor jött tanácsadásra, föl ne fektettem volna az asztalra, megnéztem a kisbaba fekvését, a méh nagyságát. Szóval pontos formám volt, hogy mindig, hogy, és akkor jött egy olyan rendelkezés, hogy itthon már nem születhettek, hanem a kórházba kellett küldeni. A kórházi szülésre is fölkészítettem, és mondtam neki, hogy amikor a kisbaba kéri a fájást, akkor maga ne kiabáljon és ne jajkasson, hanem arra gondoljon, hogy együtt dolgozzon a kisbabával, amikor jön a fájás, akkor segítsen, mert annak a picinek azon a kicsi helyen ki kell préselni a fejét. És ha maga akkor nyom, segít, akkor a kicsinek könnyebb helyezkedni. Amikor meglett az a kisbaba, akkor én mindig, mintha az nekem lett volna. Tudod, volt egy olyan jelenet, amikor az asszony jött a kötelező oltás, és ugye nem akarták oltatni, hozni a gyerekeket, mert hát mindenki félt, hogy a gyereknek fáj, meg sír, meg... Szóval meg kellett győzni az oltásról, és nem hozta az asszony az oltásra a gyereket, és amikor én ott voltam, így az ölébe volt a kisbaba, és én szittam a mamát, hogy a gyereknek az egészsége a legfontosabb, még hogyha egy-két nap lázas is, de sok mindentől megóvjuk a gyereket. És én ahogy mondtam, a kisbaba figyelt rám, és egyszer csak kacagott, fölkacagott. Azt hittem, hogy én viccet mesélek, és tudod, ahogy a gyerek nevetett, én nekem elakadt a hangom, és én is már nevettem. És akkor azt mondja az asszony, hogy most már nem is haragszik a védőnéni. Hát mondom, miért haragudni? És egy kisbabára nem kell haragudnom. De ha magára mérges vagyok, azért a gyerekét én nagyon szeretem. Én akkor mindenkinek elmondtam, hogy milyen dolog az, hogy vagy beteg, vagy béna, vagy pedig egy oltástól 4-5 nap lázas. Hát azt kibírjuk. Én, amikor kikerültem, nekem még azt kellett megtanítani az asszonyokra, hogy ne rágják meg az ételt, és ne tegyék ruhába, és ne tegyék a szájába cumi helyett a gyereknek. Mert így etették a kisbabát, vagy megrágták neki, és úgy etették meg. Szóval erről mindről le kellett szoktatni és nevelni. Amikor azt mondtam, ha még egyszer ilyet meglátok, akkor én is megrágom az ételt és a szájába teszem. És majd meglátja, hogy milyen kuszustalan dolog ez. És biztosra vették, ha én azt mondom, hogy ezt megcsinálom, akkor meg is csináltam. De nem került sorra, mert attól kezdve ilyet sose láttam. Elsősorban fürdetésnél mindig ott voltam, és az meg a pelenkázásra. Mindenre meg kellett tanítani, mert nem tudták. És akkor
Én megmutattam, és mindig megnéztem, hogy úgy van-e megcsinálva. Na most azért fogadtak nekem mindig szót, mert tudták, ha én azt mondom, hogy holnap eljövök, megnézem, akkor én mindig oda mentem, és tényleg megnéztem. Az is egy nagyon érdekes volt, amikor egy kismamának, akinek ő hozzájárt, amikor az ő leánya ő lett, és hát ugye megmutattam, hogy kell pólyázni. Na most minden változik. És a pólyázás, vagy a pelenkázás is változott. Én még úgy, hogy a lába között, és akkor így behajtogattuk a pelenkát. Na, már jött a papírpelenka, meg a pólyanadrág, úgyhogy guminadrág, szóval ilyen az akkor, amikor még én kezdtem, még inkeket hasogattunk föl, és azt használtuk pelenkának. Az asszony látta, hogy a leánya, hogy pelenkáz, és azt mondta, a Jóisten áldja meg, ne így pelenkáz, mert a védőnéni nem így mutatta a pelenkázást. Mit fog szólni, ha az meglátta? És amikor ezt nekem elmondta, hát én is nevettem, mert mondtam, ó Istenem, azóta már mennyit változott. Akik kint a földön dolgoztak, fölkötötték egy bagyuba a hátukra, kivitték a mezőre, letették a takaróra, és ők elmentek dolgozni, a gyerek ott maradt a takarón. Úgyhogy nem volt könnyű dolog, vagy amikor levegőztetni kellett. Kint voltunk tanyán, és ugye mondtam, hogy tegyék ki a levegőre a gyereket. Na most ez TS istáló volt ott, és képzeld, kint volt egy kisbaba kitéve egy kocsiba, és én azt hittem, hogy egy fekete ruhával takarták le a gyereket. És mondom, ilyen melegben ilyen fekete ruhát tesznek a gyerekre, oda mentem, megnéztem, hát képzeld el, hogy annyi légy volt rajta, hogy én azt láttam terítőnek. És mondtam az asszonynak, a szemét hova teszi? Ezt nem látja, hogy mit szenved az a kisbaba ott? És hogy van? Hát tessék egy tült oda tenni, vagy valamit, de így a legyekkel. És akkor elmentem a DSZ-elnökhöz, megmondtam, hogy fertőtlenítsék a trágyát, mert ott gyerekes családok laknak, és ennyi légy között nem lehet gyerekeket nevelni. És megcsinálták, hogy mindig légytelenítettek, fertőtlenítettek. A kisbabának mindenki örül. Tudod, mindig azt hittem, hogy ez a legszebb foglalkozás. És minden gyereket úgy éreztem, hogy az az enyém is. A kisbabának mindenki örül. Igen. És hogyan, milyen tanácsaid voltak azoknak, akiknek nagyobb gyerekeik voltak? Hogyan örüljenek nekik? Na most, tudod, én mindig azt gondoltam, hogy a szülőknek a példamutatása az befolyásolja a gyerek életét. Ha normálisan a kisbaba megszokja, hogy ő neki, amit mondanak, az úgy van, akkor bízik a szüleibe. De ha rájön, hogy hazudnak neki, vagy becsapják, akkor a gyerek is éppen olyan lesz. Úgyhogy a legfontosabb, hogy azt tudja a gyerek, hogy nekem ő a legfontosabb a világon. És ha én beteg vagyok, még akkor is segíteni akarok rajta, és neki mindig csak jót. Ha közben ő rosszat csinál, akkor én azt megmagyarázom, és mindenféleképpen minden eszköz bevetek, hogy normálisan éljen. Ne hazudjon, ha ő rosszat csinál, én is csinálok rosszat. Akaratlanul is megbántok valakit. És nem úgy mondom, ahogy kellene, ha dühös vagyok valamire, akkor én nem röstellek átgondolni, és bocsánatot kérni, és azt mondani, hogy ne haragudj, hülye voltam, most ezt rendezzük. Volt nekem erre példám. Az egyik kisbaba itt volt nálam.
és hát ugye én megszoktam, főztem, tálaltam, együnk. És a gyerek mindig azt mondta, én ezt nem kérem. Na most elvesztettem a türelmemet, addig föl nem kelsz, amíg meg nem eszed, kész. Aztán tudod, ezt csináltuk 2 nap, 3 nap. És akkor én este gondolkodtam, mondom, ó, de hülye vagyok. Hát miért kényszerítem én ezt a szerencsétlet, hogy olyat tegyem meg, amit nem szeret? És akkor azt mondom, de ne haragudj rám, ez többet nem fordul elő, te neked van zseppénzed. Szépen elmész a pókba, azt vesző, amit akarsz, azt tesző, amit akarsz. Én főzök minden nap, ha megkívánod, mindig szívesen megosztom vele. Ha éhes vagy, szólsz és kérsz, megeszed. De mi veszekedéssel ne töltsük ezt a kevés időt, amit együtt vagyunk. Milyen jó, nyugodtan levehetünk a tóra, és nem duzzogva, nem mérgelődve. Magamat is megkímélem, meg téged is. És akkor az első nap a gyerek bevásárolt magának, és nem a konyhába, ahol szoktunk enni, hanem a szobába vonult, és ott evett egymagában. És én mondtam neki, nem kell a szobába külön elvonulni, enni, nyugodtan, tedd is magadnak, és egyél itt. És ha azt látod, hogy a tenyémből kérsz, akkor szólsz, és én mindig adom. És 2 nap a gyerek csak ott evett, és akkor a harmadik nap kijött, és azt mondta, de jó szaga van ennek az ételnek, ezt szívesen megkóstolnám. És attól kezdve mi szépen együtt ettünk. És elmesélte, hogy az ő anyja, meg a nagyanyja azt csinálták, hogy a szekrény tetejére dugták a csokoládét, és titokban azt mondja, mindig onnan ették, és ő neki nem adtak. És azért evett ő is ott, hogy ne lássam, hogy mit eszik, hogy nehogy elvegyem. Hát most mondd meg, milyen nevelés volt ez. Úgyhogy tudod, és az a gyerek, amiket én mondtam, az mindenre emlékezett. Úgyhogy nagyon aranyos volt, nagyon szerettem. Lementünk a tóra, és azt láttam, hogy egy apa a gyerekeit a vállára vette, és belopta a vízbe. És akkor ő, hát a gyerek alsóvárakba nézte, oda mentem az emberhez, és megkértem, hogy ne haragudjon, de én nem tudom ezt megcsinálni. Legyen szíves, az én gyerekemet is dobja a vízbe. És akkor az ember azt mondta, nagyon szívesen felvettem, elutta, és a gyerek olyan boldog volt, hogy az nem igaz. Hát szóval tudod, rengeteg hullik azon, hogy milyen a kapcsolatunk, hogy az ember átgondolja, hogy mi a jó, mi a rossz. Hogyan kell örülni a gyereknek? Tudod mit? Magadat látod a gyerekbe, és aminek te örülnél, akkor azt csinálod a gyerekeddel, vagy azt képezed a gyerekedből, amit te szerettél volna, akkor biztos, hogyha az valamit is csinál neked a kedvedre, akkor örülsz neki. És ezt neked kell úgy nevelni, hogy tudj örülni neki. Példát mutatsz, és ha valamit megcsinál, akkor már örülsz is neki, nem? És ha látod, hogy szeret téged és ragaszkodik hozzá, akkor meg pláne örül neki, nem? Úgyhogy ez mindig kettős kapcsolat. Ahol az csak a szigort látja a gyerek, és csak az utasításokat, annak nem lehet örülni. De amikor azt látja, hogy valamit megcsinál, és az apja vagy az anyja örül neki, akkor megvan már az összhang a családban. Ez például úgy nálunk úgy ment, hogy
ha édesanyja főzött, akkor én a kis sáblira álltam, és nekem is volt kislábosom, édesanyával együtt főztünk. És ha valamit megcsináltam, és édesanyja megkóstolta, azt mondta, te ez jobb, mint az anyém. Akkor én már oda voltam. Különben legnagyobb öröm nekem az volt, amikor azt mondta édesanyja, hogy de jó, hogy vagy nekem, gyerekem. Édesanyának is volt elég gondja baja velem, mert tudod, volt olyan nagy fiú, aki meg akart verni engem valamiért, és akkor én szaladtam, és amikor azt éreztem, hogy utolér, hirtelen legugoltam, és keresztül esett rajtam. És én már futottam is tovább, úgyhogy megmenekültem. Vagy a patakon áthajolt a fűzfa, és én úgy akartam a másik oldalra átmenni, hogy fölvásztam a fára, és az ágon akartam keresztül menni. És a patak kellős közepén az ág eltörött, és én így a hasamnál fogva a ruhával föntakadtam az ágon. És vérzett a hasam, és csöpögött a vér a vízbe. És amikor édesanyja ezt meglátta, nem tudta, hogy most mit csináljon. És akkor hát valahogy levettek onnan, jött az orvos, megnézett, megkötöztek, és hát nem volt bajom, de édesanyja mondta, hogy hozz be egy kosárfát, légy szíves a tűzre. Közben hallottam valamit kint az utcán, ilyen deszka kerítésünk volt, fölmásztam, és letörött a deszka kerítésnek a teteje, és a kezemet megvéreztem. És akkor vittem be a fát, ugye arról nem szóltam édesanyának, hogy a kezemet megsértettem, hanem bevittem a fát, és csupa vér volt. És édesanyja azt mondja, te miért vérzi? És azt hittem, azt mondja, elájul. A kezem vérzett, de nekem az, hogy örültem, hogy megúsztam is. Hát szóval volt édesanyának, és mégis azt mondta nekem, hogy a legnagyobb öröm, hogy vagy neked, gyerekem. Hát ez a szülői szeretet.